Aki a salgótarjáni időközi választásokon a Fideszre szavaz, az a korrupciót és egy olyan pártot támogat, amely sosem szerette Salgótarjánt. Aki az MSZP-re szavaz, az pedig a múltra és egy megújulni képtelen pártra voksol, mondta Vona Gábor február 26-án a Jobbik kampányzáró sajtótájékoztatóján. A többi párttal ellentétben a Jobbik tisztességes kampányt folytatott. Amennyiben polgármester jelöltjük nyer február 28-án, Salgótarjánnak Ószthoz hasonló fejlődést ígérnek. És Ószdon a Jobbikos polgármester megválasztásával a város elindult a 21. századba. Nem a Fidesz-MSZP által folytatott 20. századi vitában rekedt benne, mint amit most Salgótarjánban sajnos zajlik, hanem elindult a 21. század felé, és ennek konkrét eredményei is vannak. Ószt költségvetését sikerült rendbe tenni. Elindultak a beruházások, és lassan megkezdődik az ószdi főiskolai képzés. Mondhatnám azt is, hogy mi nem ígérgetünk, hanem az ószdi polgármesterünk munkája által bizonyítottunk. Ezt a munkát, ezeket az eredményeket szeretnénk itt Salgótarjánban is elindítani, amennyiben az itt élők bennünket a bizalmukkal megajándékoznak. Ezt a feladatot vállalta Hulitka István polgármesterjelöltünk is. Hulitka István polgármesterjelölt a salgótarjáni kampányt értékelte. A Jobbik kezdettől fogva azt mondta, és itt Salgótarjánban, hogy nem folytat olyan kampányt, ami másokat lejárat, másoknak a családi életét tönkreteszi. És nem hiszünk azoknak az embereknek, akik Salgótarján jövőjét még hazudni is képesek. Mi úgy indultunk neki, hogy ezektől mentesülünk. És be is tartottuk ezt. Zárásként hozzátette, a Jobbiknak van programja Salgótarján fejlődése érdekében, mely többek között a munkahelyteremtésre, a közbiztonság, a közlekedés és az egészségügy fejlesztésére vonatkozik.